A magyarok továbbra is elégedettek a kormány koronavírus elleni intézkedéseivel, derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából. Még a hagyományosan kritikusabb Budapesten is a megkérdezettek 70%-a pozitívan nyilatkozott az intézkedésekről. A felmérésből az is kiderül, hogy a túlnyomó többség elégedett az egészségügyi rendszer, a tanárok és az operatív törzs munkájával is. További részletek már Barnától és vendégétől. Köszönöm szépen, Skype kapcsolaton keresztül itt van velünk Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet, a Nézőpont csoport vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mekkora mintán végezték a kérdezősködést, és gyakorlatilag mikor is volt ez? Pontosan 3-4 napot vett igénye talán. Szokásosan 1000 fő telefonos megkérdezésével egy reprezentatív mintán készült ez a kutatás, és immár hagyomány kezd nálunk lenni, hogy csütörtök és szombat között kérdezünk, azért, hogy hétfőn a friss, melegében sült számokkal lephessük meg a nézőket. Na akkor ide a számokkal, nézzük, hogy a lakosság hány százaléka inkább elégedett mondjuk a kormány tevékenységével. Azt láttuk az elmúlt 3 héten, hogy változatlan a trend. Nagyjából a 4/5 a magyaroknak, 78%-a mondta azt, hogy a koronavírus terjedése ellen tett intézkedésekkel elégedett, kormányzati intézkedésekkel. Ez egy nagyon ritka és nagyon magas támogatottság a kormány mellett, és mivel már 3 héten keresztül láttuk ezt a számot, azt hiszem kijelenthető, hogy ez nem egy pillanatnyi helyzet, hanem az elmúlt időszakban egy nemzeti egység alakult ki amellett, hogy éppen kellően szigorú, és éppen kellően gyors az az intézkedés sorozat, amit a kormány létrehozott, hiszen azért legyünk őszinték, magyarok vagyunk, ritkán értünk egyet ilyen nagy számban és ilyen nagy arányban egy-egy intézkedéssel és döntéssel. Itt a felvezetésben már szó került a fővárosról, Budapestről, mert az itteni lakosság azért hagyományosan kritikusabb, mint az ország egésze. Itt mi a helyzet az előző számok tükrében? Igen, ugye az önkormányzati választás is azt mutatta, hogy a kormány pártok kisebbségben voltak a főváros egészében. Ennek ellenére láttuk azt, hogy a fővárosiak 70%-a azt mondta, hogy a koronavírus terjedése ellen tett intézkedésekkel, kormányzati intézkedésekkel elégedett. Tehát itt is egy kormánypárti többség alakult ki ebben a rendkívüli helyzetben, ami azt gondolom, hogy egy nagyon lelkesítő adat. Tehát a politikai viták, a széthúzás és az egymásnak való üzengetés egyáltalán nem működött. Azok, akik ma nem az összefogáson dolgoznak, azok kárvalottjai tudnak lenni ennek a politikai helyzetnek. Ma a fővárosiaknak is az az elvárása, szerintem ezekből a számokból ez olvasható ki, hogy a kormánypártnak az elégséges intézkedései mindenki támogassa is. Ha már az ellenzékről van szó, olvasom, Szabó Tíme, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, és Jávor Benedek, aki Budapestet képviseli Brüsszelben, beadvánnyal fordult az Európai Bizottsághoz, mert azt kérik, hogy a bizottság vizsgálja ki a magyar törvényeket a témában, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése után hozott törvények hatájának meghosszabbításáról döntött a parlament, ők ezt sérelmezik, rossznak tartják, és úgy egyáltalán. Azért kérdezem, mert önök azt is vizsgálták, erre vonatkozólag is kíváncsi lennék a véleményére, mert önök azt is vizsgálták, hogy az ellenzék hogy áll, az ellenzék hogy jön ki ebből a felmérésben. Igen, valóban a múlt hét nagyon éles vitái okán azt is megkérdeztük, hogy a kormánypárt, illetve az ellenzéki politikusok munkájával mennyire elégedettek a választók, és ugye lehetne azt feltételezni, hogy a kormánypártiak elégedettek a kormánypárti politikusokkal, és az ellenzéki szavazók az ellenzékiekkel, de nem ezt találtuk. Az ellenzéki úgynevezett kormánykritikus szavazóknak csupán a 43%-a, tehát kevesebb, mint a fele mondta azt, hogy elégedett az ellenzék munkájával. Ez összecseng azzal, amit korábban mondtam, hogy most más időket élünk. Aki normál üzemmódban politizál, aki a hagyományos politikai harcait, brüsszeli feljelentéseit, vagy éppen a nemzetközi sajtóban való támadásait szervezi, az lemaradt arról, hogy rendkívüli állapot van a Európában, Magyarországon és a világon. És azt gondolom, hogy az ellenzék ebbe a hibába esett. Az, hogy csupán a 43%-a elégedett az ellenzéki szavazóknak az ellenzék munkájával, legalábbis előre vetíti azt az esélyt, hogy az ellenzéktől még több választópolgár el fog pártolni. Ez nem azt jelenti, hogy automatikusan kormánypárti szavazók lesznek, de amikor arra a kérdésre kell majd egy választáson választ adniuk, hogy rá merik-e bízni az országot ezekre a politikusokra, akkor bizony ezek az emlékek vissza fognak jönni, és lehet, hogy távolmaradást eredményeznek. Tehát én azt gondolom, hogy az ellenzéknek még nem késő, de nagyon időszerű lenne stratégiát váltani.
Jelen pillanatban, ahogy látjuk, nem ez az irány, mert mondhatjuk azt, hogy az ellenzéki politikusok Brüsszelbe szaladgálnak, feljelentik a magyar kormány tevékenységét, igazságtétet követelnek, itthon sokkal nagyobb döntéseket várnak, maguk meg a rájuk szavazó ellenzéki szimpatizások meg egész más irányba mennek, mert a kormány támogatják javarészt. Igen, ez a helyzet. Csak hogy egy friss olvasmány élményemet hadd osszam meg a nézőkkel, a hétvégén Svédországba terjesztettek elő egy szinte teljesen ugyanolyan törvényt, amiről múlt héten a világsajtó állandóan írt, és lényegében egy kampányt szervezett Magyarországgal szemben, ugye a rendkívüli jogról és a kormányzat felhatalmazásáról van szó. Szinte szó szerint ugyanilyen törvényt fogadták el Svédországba. Csoda, hogy olvastam róla egyáltalán. Magyarországról meg minden az ellenzékiek által tájékoztatott orgánum éles támadással kellett, hogy találkozom Magyarország. Szóval azt gondolom, hogy azok, akik a Brüsszelben vagy akármilyen más fórumokon Magyarország és a magyar kormány elleni támadásokat szervezik, azok nem veszik észre, hogy 22-ben a mostani munkájukat fogják megítélni. Egyébként még egy érdekes adatot hadd osszak meg, az egészségügyi ellátórendszerrel való elégedettség is nagyon jól alakul. 80%-a mondta azt a magyaroknak, hogy elégedett az egészségügyi ellátórendszerrel. Mindenki tud hibákat felsorolni az egészségügyi ellátórendszerbe, de mégis egy nagyon erős közbizalom érezhető. Úgy a kormánypártiak arányában 87%-uk mondta ezt, és még a kormány kritikusoknak is a kétharmada azt gondolta, vagy azt mondta, hogy bízik az egészségügyi rendszerbe, egész pontosan elégedett a munkájával. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon ritka lélektani pillanatban vagyunk, ahol nagyon egyértelmű többség szerveződött a legfontosabb kérdésekben meg, és talán az ellenzék az, ami ebből a sorból kimarad, hibát hibára halmoz, és úgy látszik, ezekből a hibákból nem is tanul. Ha már itt tartunk, az ellenzéki politikusok viszont azt mondják az egészségügyi ellátórendszerről, hogy szerintük ellentétben a szavazóikkal nem jó, nem készült fel, nem jó működik, stb. Megint ellentét van. Hát lehet, hogy más már antagonisztikus, kibékíthetetlen a saját szavazótáboruk és a politikusaik vélemények között. Ennek biztosan lesz is következménye előbb-utóbb. Mondom még egyszer, biztosan lehet az egészségügyi rendszert mindig tovább fejleszteni, de most az a kérdés, hogy a közbizalom megvan-e irányába, és ezek a számok elég egyértelműek. Azért tegyük hozzá, hogy hála a jó Istennek, semmi hatalmas katasztrófa Magyarországon nem történt. Tehát amilyen képeket látunk New Yorkból, mondjuk frissen, vagy éppen Olaszországból és Spanyolországból, ahhoz képest a magyar egészségügy, kopogjuk le, igazán tiszteletreméltó munkát végez, egész pontosan az ellátórendszer és az abban dolgozó egészségügyi dolgozók. Bár szerintem hozzátehetjük azt is, hogy a biztonságunkért szolgálók, dolgozók, meg az élelmiszer ellátásunkért dolgozók is talán ebbe a körbe tartozhatnak. Ez így van mindenképpen. Igazgató úr, köszönöm szépen! Köszönöm szépen!